Na hát akkor a korrupcióról eddig általánosságban beszéltünk, most pedig konkrét példát is nézzünk. Kerik Berti Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja van a vonalban, reméljük jó estét kívánok. Jó estét kívánok! Önök találtak valami csontvázat, ha jól olvastuk ma, és a birtokukba került egy olyan dokumentum, amely több százmillió forintos bűncselekmény gyanúját is felvető kormányzati pazarlást kér számon. Igen, pontosítanék egy kicsit, mert több dokumentum van, és rengeteg ügy, és ez több százmillió forintot érint, alapvetően két tárcát az elmúlt két évből. A közigazgatás és igazságügyi minisztériumot ma igazságügyi minisztériumnak hívják, illetve a külgazdasági és külügyminisztériumot. Az első csomag az egy 346 millió forint összértékű, több megbízási szerződést tartalmazó csomag, amelyet a közigazgatás és igazságügyi minisztérium különböző vezetői rendeltek meg, illetve igazoltak kutatások, tanulmányok, egyéb ilyen dolgok, külső cégektől megrendelt különböző szolgáltatások. Ezek egy része nincs meg egyszerűen a dokumentum, amire a szerződés szólt. Ugye ezek közpénzekről van szó. Egy másik része egyszerűen nem vág a közigazgatás és igazságügyi minisztérium profiljába, illetve egy harmadik csomag pedig hiányos dokumentációra, illetve a külső szakértő indokolatlanságára vonatkozó megbízások voltak. Mik voltak ezekben a tanulmányokban, vagy mire szóltak a megrendelések? Hát például ilyen tulajdonosi joggyakorlása, illetve szakmai felügyelete alá tartozó szálloda ingatlan üzemeltetésre vonatkozó tanácsadói tevékenység, számviteli és adózási kérdésekben tanácsadás, és így tovább. Ez több tucat dokumentum, táblázatban összefoglaltam, tehát elérhető a honlapunkon, szerződésszámmal, kötelezettségvállalás tárgyára is van utalás összegre, kiigazolta a teljesítést, itt állandóan felmerül Kohut Balázs neve, aki akkor helyettes államtitkár volt az igazságügyben. Mármint olyan tekintetben, hogy mint aláíró? Így van, tehát ő az, aki a teljesítést igazolta, de Bíró Marcell, Guller Zoltán és mások vezető beosztású minisztériumi munkatársak és állami vezetők. És akkor áttérhetünk a külügyminisztériumba, itt egészen elképesztő szerződések vannak, ezek is hozzáférhetőek egyébként, közérdekű adatok, de hát az ilyeneket, ha csak nem esik ki a csontváz a szekrényből, akkor ezeket a jelenlegi kormány különböző szervei el szokták titkolni, és ki kell tőlük perelni. Ugye az előző interjújában is elhangzott, hogy itt meg kell küzdeniük az állampolgároknak a közérdekű adatok megismeréséért. Ebben van olyan kötelezettségvállalás, illetve szerződés, amit szintén ez a Kohut Balázs nevű jó ember kötött ma a külgazdasági és külügyminisztérium közigazgatási államtitkára. Például catering szolgáltatásra és étterem üzemeltetésre, amelyet egy olyan szerződéssel kötött például, vagy olyan szerződés az szerződő az alvállalkozó, amelyiknek a ügyvezetője vele, ezzel az állami vezetővel szerződéses viszonyban áll és üzlettársa. Na, akkor ne haragudjon, hogy itt éppenséggel megszakítom. Értjük, hogy összeférhetetlenség van ön szerint. Ebben a pillanatban érkezett egy olyan friss hír, hogy Kohut Balázs, ez a bizonyos akkori helyettes államtitkár, üzlettársával soha nem került kapcsolatba a KIM. Ezt a külügyminisztérium közölte most. Hozzátették, hogy a KKM szervezet és működési szabályzatából pedig kiolvasható, hogy a tárcának nincs olyan szervezeti egysége, amely ingatlan gazdálkodással foglalkozik, ezért volt szükség külső cég bevonására, és hogy jobban tennék, hogyha nagyobb energiát fordítanának a hiteles információk beszerzésére. Akkor még volt, amikor olyan állapotot állított elő a tárca, hogy megszüntette az ingatlan gazdálkodással és az ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos szervezeti egységét a külügyminisztériumnak. Az elmúlt évtizedekben mindig volt olyan munkatársa, akik ingatlan ügyekkel foglalkoztak, hiszen az összes külképviselet, nagykövetség, főkonzulátus, magyar állami ingatlanok, illetve bérlemények ügyeit házon belül oldották meg évtizedeken keresztül a demokratikus kormányok, de már a 90 előtti kormányok is. Ez így a normális, sokkal olcsóbb megoldani ezeket az ügyeket házon belül, mint kiszervezni nagyon sok pénzért. Értem. Van itt olyan... Bocsánat, hogy félbeszakítom, és sajnos lejárt a műsorodunk. Egy utolsó gyors kérdés, amire igennel és nem, vagy nem válaszolok.
válaszol, hogy ugye azt mondta, hogy bűncselekmény gyanúja is felvetődik, feljelentést tesznek? Feljelentést fogunk tenni, előtte a tárcavezetőknek írunk egy levelet, de már az ön által citált reakcióból látható, hogy nem veszik komolyan az állampolgárok közpénzét a minisztériumok, az Orbán kormány. Kerékbárti Szabolcsnak köszönjük szépen, hogy itt volt, viszont hallásra. Köszönöm szépen, viszont hallásra.